német versenyen vettek részt, Monori István szeret kísérletezni, kvaddal borult fel az ittas férfi, újranyitás szigorú szabályokkal. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. április 15-én 18 óra 5 perckor. A Szent Annai Sámuel Református Középiskola diákjai német versenyen vettek részt és hoztak el sikereket. A részletekről felkészítőjükkel dr. Kovácsné Zágoni Szabó Csilla nyelvtanárral beszélgettünk. Az online oktatásban a nyelvtanulás nehezebb, mert nagyon várják a jelenlétű oktatást, hiszen nagy szükség lenne arra, hogy párbeszédeket tudjanak közösen alkotni, és a szóbeli beszédre is szükség van. A Deutsche Telekom IT Solutions és a Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézete szervezett egy versenyt, Sprichst du Deutsch címmel. Erre, ha jól tudom, már több egyére került sor. Nekünk idén sikerült észrevenni azt, hogy meghirdették ezt a versenyt, és így két diákot delegáltam ide, egy 11. Dénes osztályba járó Kovács Béla Zoltánt, illetve Nagy Lajost, aki a 12. osztály tanulója. Nagyon várjuk már a jelenléti oktatást, hiszen a nyelvoktatásban nagyon nagy szükség lenne arra, hogy párbeszédeket tudjunk közösen alkotni, és magára a szóbeli tényezőre, amikor együtt lehet és csoportokban tudunk dolgozni. Minden esetre igyekszünk, amit csak tudunk az adott felületen, amin dolgozunk megtenni, és hát vannak azért kérdések, ezeket igyekszem megválaszolni, és én per pillanat elégedett vagyok azzal, ahogyan leadják a feladataikat. Diákjai versenyen elért szereplésével a tanárnő elégedett, és reméli érettségiző tanítványa is jól veszik majd németből az akadályt. Nagy Lajos, ő már középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, Kovács Béla Zoltán viszont nagyon szorgalmas tanuló, és idén vettem át az ő csoportjukat, és már szeptemberben megbeszéltük, hogy benne van az X, magyarán őt is el fogjuk küldeni nyelvvizsgázni. Itt mind a két fiú emelt németes, ők általában németet választják érettségi tantárgynak, és esetleg, mivel lehetőségük van 5. tantárként egy másik idegen nyelvet, azért van, aki angolból és németből is érettségizik. Kovács Béla Zoltán az országos legjobb 10 közé került, és a németet annak idején egy zenei banda miatt kezdte el tanulni. A német nyelvet azért kezdtem el tanulni még annak idején, mert igazából egy zenei banda miatt kezdtem el tanulni, az úgynevezett Rammstein miatt, és nagyon megtetszett. De mit adott neked a német nyelv az elmúlt időszakban, tehát mennyivel tudsz többet, hogy érzed a tudásodat? Hát ez alatt a 3 év alatt nagyon sokat fejlődtem, és remélem, hogy majd a következő időkben el tudok majd menni nyelvvizsgázni is, és így fejleszteni a nyelvi képességeimet. Hogyan zajlott az országos verseny? Az országos verseny úgy kezdődött elsőnek, hogy az első fordulóban egy ilyen nyelvi feladatokat kellett megoldani, a második fordulóban a digitális oktatással való élményeimet kellett egy fogalmazásban leírni, a döntőben viszont egy 10 perces prezentációt kellett előadni, ami személy szerint nekem a Máltai Magyar Szeretett Szolgálatról szólt. Ezt mutattad be, vagy ennek a munkájában te is részt veszel? Ennek a munkájában én is részt veszek, igen, és a saját élményeimet mutattam be. Számodra mi volt a rossz hatása? A rossz az, hogy nem volt meg a személyi kontaktus, így nem tudtam visszakérdezni. A versenyen hogy érezted, hogy jól sikerült, vagy bíztál abban, hogy jól sikerült? Én bíztam abban, hogy jól sikerült, és jól is sikerült, igen. Amikor korábban voltál a hasonló verseny, amikor még rendes oktatás volt, tehát mennyiben volt különbség az online és a személyes verseny között? Tehát a feladatot hogyan oldottátok meg? Sok különbség volt, igen. Online oktatásban nehezebb volt megoldani. És a verseny hogy zajlott? A verseny egy úgynevezett WebEx-es alkalmazáson keresztül zajlott, ahol meg kellett osztani a képernyőt.
És most, hogy az ország legjobb 10 versenyzője közé kerültél, ez mit jelent számodra? Hiszen még nem tudjuk a helyezést, de mit jelent számodra? Nagyon örülök neki, és csak így tovább. Nagy Lajos már nyelvvizsgát is tett, így nem volt kifejezetten nehéz számára a verseny, bár a személyeseket szereti, mert az online versenyben több a hibázási lehetőség is. A nyelvvizsga miatt nem volt kifejezetten nehéz, annál valamivel egyszerűbb feladatok voltak benne. És mennyiben nehezítette az, hogy online kellett versenyezni? Tehát te szereted a személyes versenyt? Szeretem a személyes versenyeket, valamivel egyszerűbb is. Illetve az online versenyben több a hibázási lehetőség is. Hát izgulsz, hogy sikerüljön, vagy most melyik részére jöttél? Hát ott nehezebb benne javítani, hogyha már tovább lépett a rendszer. Erre most kifejezetten hogy készültél? Tehát oldottál meg esetleg hasonló feladatokat? Igen, meg közvetlenül előtte nyelvvizsgáztam, így az is hozzájárult a felkészüléshez. A német szempontjából, nyelvvizsga szempontjából melyik volt a legkönnyebb, és itt a versenyhez képest ez mennyiben? Tehát az írásbelit vagy a szóbelit szereted jobban? Én az írásbelit szeretem jobban, azon belül is leginkább a fogalmazást. Az áll hozzám a legközelebb, így a versenyben is az volt a legkönnyebb, a második forduló. Miről kellett írni? A digitális oktatás tapasztalatairól. És mi ennek a tapasztalataid, mit írtál? Hát vegyesek. Először felsoroltam a pozitív tapasztalatokat, aztán a negatívakat. Akkor emeljünk ki egy pozitívat és egy negatívat. Hát a pozitív talán egy kicsit több időnk van. A negatív viszont, hogy nincs meg a személyes kontakt, és ez így az érettség előtt elég fontos lenne. És mondjuk a hallás utáni megértést hogy gyakorolod? Hát azt lehet otthon gyakorolni. A tankönyvünkhöz van egy CD, amin megvannak a hanganyagok, és azt le tudjuk otthon magunknak játszani. Vannak-e terveid a német nyelvvel? Igen, terveim szerint a turizmusban fogok tovább tanulni, és ott hasznosítani tudom. Milyen másik nyelvet tanulsz még? Az angolt. Abból is van nyelvvizsga? Igen. És most mennyit tanulsz? Napi 3-4 órát szerintem kell tanulnunk. És melyik a legnehezebb így digitálisan? Hát a legnehezebb az egyértelműen a nyelvek, és talán még a matek. És milyen lesz majd a várható évvégi bizonyítványod mondjuk a fél évihez képest? A fél évihez képest szerintem jobb lesz. Én elégedett vagyok vele. Monori Istvánnal, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola végzősével arról beszélgettünk, mennyire meghatározó számára szülei agrár és egészségügyi végzettsége, és mi lesz az asztali tenisszel a középiskolában. Kedvencei a természettudományi tárgyak, a matek és a fizika, apukája pedig a biológiában segít neki. A két kedvenc tantárgyam az a matek és a fizika. Ugye apukám az inkább a biológiába tud segíteni, és sokat is tud segíteni nekem. Debrecenbe készül gimnáziumba, matek-fizika szakra. Terve van Debrecen, és oda mindenhova gimnáziumokba a matek és a fizika tantárgyra adtuk be a jelentkezést. Harmadik óta jár városi és megyei tanulmányi versenyre matematikából, a magyar versenyt elképzelhetetlennek tartja. Már harmadik óta járok tanulmányi versenyekre matematikából, hát és a fizikát is megkerültem ebbe a két év alatt. Mondjuk egy magyar versenyen elképzelhetetlen, hogy ott vagy? Hát az nem a kedvenc tantárgyam. Szeret fizikából kísérletezgetni, néha szülei engedélyével otthon is. Legutóbb egy citrommal végzett kísérletet. Mindig szoktam engedélyt kérni rá, de előfordul, hogy kísérletezek otthon valamit. Mesélj az utolsó ilyen kísérletről, mi volt az? Hát igazából fizikából volt, és egy ilyen citromelemet csináltam. Hát egy citromba futtattam két ilyen vasat, és csináltam belőle egy elemet. Ha van ideje, fejleszti tudását és mellette sportol. Apja révén kezdett el asztali teniszezni 2017-ben, egyéniben és párosban is versenyez. Még 2016-ban kezdte apukám, egy éve korábban, mint én, és egyszer lementem hozzá edzésre, és megtetszett ez a sport. És ott ragadtál? Igen, ott ragadtam, és már azt játszom 3 éve. Az egyéni vagy a páros verseny a kedvenced?
Hát jobb vagyok egyéniben, mint párosban. Mit kaptál a pingpongtól? Vagy mondjuk már szebben a hivatalos nevén asztali tenisztől? Hát rengeteg kitartás kell hozzá, és hát mindig el kell menni edzésre, hogy minél jobb eredményeket tudjál elérni. És hát gondolom a technika, meg a kitartás, a gyorsaság, ez azért fontos számodra. Igen. Melyek a legjobb eredményeid? Hát mikor egyszer kijutottam a diákolimpián a országosra. Más sportágot is kipróbáltál? Igen, előtte 4 évig kézilabdáztam. Akkor a labdát azt picit kisebbre váltottad, de egyébként ott azért csapatjáték van, itt meg egyéni játék van. Melyik a jobb és melyik a nagyobb kihívás? Hát ugye lelkileg a egyéni játék az nagyobb kihívás, mert ugye a csapatsportokban a csapattagok tudják egymást támogatni, meg nem. Debrecenben is tovább folytatja majd a pingpongozást, de a nyelvvizsga is a célja a középiskolában. Ott is van egy egyesület, ahova el szoktam járni, és hát akkor ott fogom tovább folytatni. Nyelvvizsga? Hát majd szeretném a középiskolába letenni a középfokú nyelvvizsgát angolból. 10 év múlva valamilyen mérnök lesz, és amatőr hobbi szinten pingpongozik majd. Egy helyi lakos a délutáni órákban Jásztelek belterületén közlekedett egy quaddal, amin egy személyt szállított. Haladása során a jármű jobb első kereke kiesett, és a gépjármű irányíthatatlanná vált. Az utas leugrott a járműről, ami ezt követően a sofőrrel együtt felborult. A rendőri ellenőrzés során a járművezetővel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott. Egy helyi lakos 2021. április 10-én a délutáni órákban Jászelek belterületén közlekedett egy quaddal, amin egy utast szállított. Haladása során a jármű jobb első kereke kiesett, ezáltal irányíthatatlanná vált. Ezt észlelve az utas leugrott a járműről, ami ezt követően a sofőrrel együtt felborult. A rendőri ellenőrzés során a járművezetővel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott. A baleset következtében a járművezető súlyos sérülést szenvedett. A Jászberényi Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség elkövetése miatt folytat eljárást. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az ittas járművezetés potenciális balesetveszélyt hordoz magában. Az ittas járművezetők nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. A Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő szabályszegő járművezetők forgalomból történő kiszűrésére. A legtöbb az elmúlt egy hónapban zárva tartott üzlet kinyitott, miután Magyarországon a beoltottak száma meghaladta a 2,5 milliót. Így történt ez a városunkban is. Nem érte váratlanul a nyitás a karcagi boltosokat. Reggel egy értekezlettel kezdtük a napot, itt várva várt pillanat volt ez a mai, gyakorlatilag közel egy hónapos zárás után. Jelentős forgalomcsökkenés kellett, hogy elszenvedjünk, ugye, nem csak mi, de az összes olyan bolt, amit a bolt zár, bezárt. Egy rövid értekezlettel kezdtük a mai napot, áruházvezető kolléganővel megbeszéltük a teendőket, felmértük ugye az áruháznak a területét, területarányosan megállapítottuk, hogy ebben a létesítményben, ebben az egységben 70 ember tartózkodhat. Egyszerre, mivel több mint 700 négyzetméter eladótérrel rendelkezünk, úgyhogy a kollégák figyelik a belépő embereknek a számát, és mindenben megfelelünk a kormányhatározatnak, tehát kinyithattuk az áruházat. Az üzletben vannak plusz UV intézkedések, ilyen például a beléptetőpont. Felhívjuk a vásárlóink figyelmét arra, hogy a belépéskor fertőtlenítsék a kezüket, elhelyeztük a megfelelő figyelemfelhívó táblákat a maszkhasználatról, távolságtartásról, tehát ezt már a vírus kezdetekor, a járvány kezdetekor megtettük, ezeknek nem volt szükség a cseréjére, itt egyedül csak azt kellett meghatározni, hogy megfeleljünk a négyzetméter alapú látogatottságnak, tehát hogy megfelelő mennyiségű látogató legyen egyszerre az áruházban. Az egy hónapos üzletzárat megérezte a vállalkozás. Mi azt gondoltuk, hogy a tavalyi járványhoz hasonlóan
újra áttevődik a vásárlások nagy része az internetre, de nálunk, a mi cégünknél ez nem így alakult. Mi azt láttuk, hogy volt internetes vásárlás természetesen, de nem olyan mértékben növekedett az internetes vásárlás, mint a tavalyi évnek a tapasztalata. Egy kisebb értékre, egy normál értékre állt be gyakorlatilag. Tehát én azt mondanám, hogy nem tevődött át jelentős mértékben a mi cégünknél a forgalom az internetre. Volt érdeklődés, de nagyon várták a vásárlók a záruházi nyitást. Vegyes a vásárlói szokás, sokan rendeltek a webshopból, de még mindig többen vannak azok, akik szeretik személyesen megnézni a választékot. Mi úgy tapasztaljuk, hogy ugye mi lakberendezési termékkört árulunk, bútorokat, lakásfelszerelési cikkeket. Itt a vásárlóknak fontos a személyes jelenlét, illetve az fontos, hogy személyesen megtapasztalhassák, hogy milyenek is azok a termékek. Ugye fontos a termékeknek a minősége, amit nem biztos, hogy rögtön egy internetes felületen el tud dönteni az ember. Nagyon fontos mondjuk egy ülőgarnitúránál egy színvilág, illeszkedik-e az a lakásomban, mondjuk az a szürke, milyen árnyalatú. Itt is csalóka lehet az internetes felület, ha bár ugye a weboldalunkon jó minőségű fényképekkel kínáljuk a termékeket, de azért a színárnyalat az egy monitor vagy egy telefonbeállítástól is függhet. És még egy nagy termékkör ugye a konyhabútor termékkör, ami itt a tavasz kapcsán és a aktuális lakásfelújítási trendek kapcsán ugye egy kiemelt termék, ugye itt most az otthonteremtési támogatás is megnövelte az érdeklődést a konyhabútorok iránt, amit gyakorlatilag ez a márciusi zárás, mondhatom azt, hogy ketté vágott, mert pont a konyhabútor érdeklődés olyan, hogy be kell jönnie az illetőnek ide az áruházba, átbeszéljük a lehetőségeket, akkor a kollégák egy ingyenes 3D tervet készítenek arról a konyháról, akkor utána megint van egy személyes találkozó, egy egyeztetés, és gyakorlatilag egy több lépcsős folyamattal jutunk el egy vásárláshoz. Na most ez az esetek nagy többségében igényli a személyes jelenlétet. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!